Biz daima çoğun gömül bürüp, Türk memleketlerinin baylanışları, kızmat taslıklarına gömül bürüp geliyiz. Biz dağı sizlerin aranırda, biz batıs ülkelerinde yaşayan memleket buluyuz. Biz Hristiyan dinin kabul alganız. Biz osol, biz Hristiyan Türk elleri buluyuz. Bu osol Kıpçak Türk negизинде турган мамлекет болуп эсептелебиз. Биз өзүбүз Атилланын неберелери деп эсептейбиз. Өзүнүн түрк тамырларын аябагандай урматтап барктайбыз. Otthon, emberek, nemzet. Mit jelentenek ezek a kifejezések napjainkban? Egyes országokban úgy tűnnek, mintha elfeledett idők relikviái lennének. Máshol viszont mindenütt jelen vannak a politikában és a társadalomban. Az egyik ilyen ország Törökország. Ennek oka a múltjában gyökerezik. Mint minden nagy civilizáció, a korai törökök történelme is kicsiben és észrevétlenül kezdődött. Meg kellett küzdeniük a szabadságukért, mielőtt egyáltalán láthatóvá váltak a világ színpadán. A törökök eredete azonban nem Anatóliában van, amelyet egy évezreden átlaktak, hanem mélyen Ázsia szívében. Történetük egy rég elfeledett törzsel kezdődött, az asinákkal. Ez a törzs olyan emberekből állt, akik a kínai seregek inváziója elől menekültek, és újra kellett építeniük otthonukat. Hamarosan az asinák keveredtek a környező török törzsekkel. Eközben megtanulták a kohászatot és a háború művészetét, és megtervezték a megtorlást. Két politikailag művelt és katonailag tapasztalt testvér vette át a törzs vezetését, és forradalmat indítottak. Fellázadtak az akkori mongol és kínai feudális urak ellen, és családjukat politikai és gazdasági függetlenségre vezették. Eközben mozgósították a sztyeppék mélyén mindig is szunnyadó erőt, és harcba vezették a férfiakat és a nőket egyaránt. Rövid időn belül az összes többi török nyelvű törzs kötelékét felbontották, és új vezetőiként minden irányba szétszélettek. Így az Ashina törzs néhány év alatt, jóval az oszmánok és a szeldzsukok előtt, egy olyan török birodalmat hozott létre, amely az ázsiai Koreától az európai Krímig terjedt. A törökök nevet adták maguknak. A sztyeppe ezen új uralkodói azonban különböztek a hunoktól és a mongoloktól. Olyan régi török hagyományokra támaszkodtak, mint a tengrizmus, a török népek eredeti vallása. A bizánciak, a perzsák, a koreaiak és a kínaiak olyan birodalommal álltak szemben, amely diplomáciai képességekkel és katonai erővel egyaránt rendelkezett. Ez az ő történetük. Üdvözöljük a törökök felemelkedésében! A törökök több mint 1000 éve élnek Anatóliában. Országuk, Törökország nem csak földrajzi, hanem kulturális sokszínűségéről is ismert, és hidat képez kelet és nyugat között. Itt az idők során a világvallások és a világ minden tájáról származó emberek találkoztak, és a kultúrák olvasztó tégelyét alkották. Edirnétől Diyarbakirig, Trabzontól Antaljáig minden látogató megtapasztalhatja a hagyomány és a modernitás közötti áramló átmenetet. Mégsem lehet figyelmen kívül hagyni a török kultúra sajátos hatását. A törökök nemzeti büszkeségükről és harci kedvükről ismertek. De ismertek finom ételeikről, kávéjukról és teájukról, valamint olyan kulturális vonásaikról is, mint a vendégszeretet és a családi összetartozás. Alp Arszlán szultán Bizánc felett aratott győzelme után a törökök megkezdték Anatólia gyarmatosítását, majd később Oszmán nevében Bécs kapujáig terjedő világbirodalmat hoztak létre. Van azonban egy jellegzetesség, amely a törököket Anatóliába érkezésükig erősen jellemezte. Kulturális múltjukat számos változás jellemezte, de a törökországi törökök egy nyelvet beszélnek, és olyan kultúrát őriznek, amelynek eredete máshol van. Ez az összes török nép egyik jellemzőjéhez kapcsolódik. Soha nem éltek sokáig egy helyen. Ez a 11. századi térkép jól szemlélteti ezt. Több ezer éven át Eurázsia szerte éltek úgynevezett türk népek, olyan csoportok, amelyek a számos türk nyelv valamelyikét beszélték.
Ahelyett, hogy egy birodalomban egyesültek volna, kisebb szövetségekbe tömörültek, és egyes törzsek még az összes többitől is elszigetelten éltek. Az akkori törökök az eurázsiai sztyeppövezetben tartózkodtak, amely Ukrajnától Mongóliáig változatos földrajzi adottságokkal rendelkezik. Az Ázsia belseje felé vezető úton a sztyeppén keresztül jutunk el arra a helyre, amely minden török eredeteként vált ismerté, azonosulva nyelvjárásukkal és életmódjukkal. Ez a régió egyszerre rendelkezik zöld tájjal, sok folyóval és völggyel, valamint egy hegyvonulattal, amely az egész területet átszeli. A legmagasabb csúcs, amelyet kínaiul Tien-Shen néven ismernek, a Tengri-kán, a török mitológiában az ég uralkodójáról nevezték el. Innen több mint 4000 kilométer a török főváros, Ankara. Hogyan és miért vándoroltak a törökök ilyen messze nyugatra? Hazánkhoz közelebb, olyan országokban, mint Kazasztán, Kirgizisztán, Oroszország és Kína, vannak olyan emberek, akiket szintén törököknek tartanak. Ázsiától távolabb azonban az anatóliai törökökön kívül más népek is vándoroltak, például a gagauzok Romániában, a türkmének Szíriában és Irakban, a tatárok a Krímben. Ezek az emberek nem 100%-ban tisztán törökök. A törökök tehát sok nemzetiségűek, de identitásuk, amelyet a nyelv, a hagyomány és a vallás alakít, egyértelműen török. Ez az identitás sok évszázadon át fennmaradt, és az Oszmán Birodalom 1922-es bukása és a Szovjetunió 1991-es összeomlása után a török népek Európától Ázsiáig kezdtek tudatára ébredni társadalmi rendjük eredetének. Mindazonáltal jogos a kérdés, hogy miért él ma sokkal több török ezeken a helyeken, mint az Altaj régióban. Egy olyan történethez, amely egyszerre kapcsolódik a tragédiához és a reményhez. Az Asena legendájához. Mint oly gyakran a történelemben, Ázsia késő ókorában is az államok vagy etnikai csoportok közötti háborúk mindenütt meneküléshez és kitelepítésekhez vezettek. Az Altajtól délre található a Taklamakán-sivatag, amely barátságtalan hely az élethez. Az északi gyűrűn, az Altajba való átmenetnél azonban jobb életkörülmények uralkodtak. A Tarim-medencétől a Gaochang régióig ez az öv számos oázisvárossal volt tarkítva. Sok nép, köztük kínaiak és indoirániak éltek és uralkodtak itt több mint egy évezreden át. A késő ókorban a legendás hunok leszármazottai is itt éltek. A kínai dinasztiák 439-ben kezdték el kiűzni ezeket a családokat. Az egyik faluban az összes családtagot meg is ölték a megszállók, egy 10 éves fiú kivételével, akinek sikerült elmenekülnie. A fiú azonban megsérült, és nem jutott messzire, ekkor találkozott egy farkaslánnyal, aki összebarátkozott vele. A megszállók uralkodója tudomást szerzett erről, és megparancsolta katonáinak, hogy öljék meg a fiút és a farkaslányt is, de a farkaslány a fiúval együtt barátságtalan sebességgel elmenekült egy hegyre, a Geocang régiótól északra. Megérkeztek az Altajba. A nőstény egy barlangban szállásolta el a fiút, amelyet egy dús növényzetű síkság vett körül. A nőstény farkas etette a fiút, és figyelte, ahogy férfivá cseperedik. Egy bizonyos ponton a kettő összeolvadt, és a nő 10 kisfiút szült, akikből aztán erős férfiak lettek. Felnőtt korukban ez a 10 elhagyta a barlang területét, és elvegyült a környező falvak között. Mindegyiküknek sorra születtek gyermekei, és így egy 700 fős kiterjedt család jött létre. Mindannyian az Ashina nevet viselték anyjuk tiszteletére, akit Asenának hívtak. A farkas szimbóluma azóta is mindenütt jelen van a török irodalomban és egyes politikai körökben, de Asena nem szürke farkas volt, ahogyan gyakran mesélik, hanem kék farkas, kék a bundája miatt, amely kéken csillogott, amikor a fiú meglátta. És azért is, mert kapcsolatban állt Göktengrivel, az örökké kékékbolt uralkodójával, aki istenként viselkedve hozta Asenát a földre, hogy megmentse a fiút a haláltól. Új bátorsággal az ashinai férfiak megtanulták a háború művészetét, és bosszút álltak apjuk ellenségein. Asena legendája ebben a pillanatban átmegy Ergenekon legendájába. A védő hegyvonulatok, ahol a fiú és a farkaslány menedéket találtak, jelentették a család egyetlen védelmét az ellenségtől. Egy kovács, feltehetően a 10 fiú egyike, olyan kalapácsot készített, amelynek segítségével a férfiak szétszúzhatták a hegyláncot, és szabaddá tehették az utat. Ezzel megnyílt a kapu a külvilág felé. Ez a pillanat volt a török mitikus születése.
A török tehát szó szerint farkas fia volt, és tehetséggel rendelkezett a fémek kovácsolásához, amellyel fegyvereket lehetett készíteni. Ez a történet egy mítosz, amely metaforikusan magyarázza a török civilizáció eredetét. Érdekes módon párhuzamot mutat a közelben élő indoárja vuszánok eredet történeteivel, sőt, még a rómaiakéval is. Róma városa azután jött létre, hogy az árván maradt testvéreket, Romulust és Remust befogadta és megszoptatta egy farkaslány. Mindketten férfivá cseperedtek, és Romulus megalapította a róla elnevezett várost. A farkas ezután a rómaiak kollektív tudatában nem elhanyagolható szerepet játszott, mint nemzeti állat, a sassal együtt. A törökök számára viszont a farkas azóta különösen fontos szerepet tölt be a kozmológiában, ő az összes török nép eredeti nemzeti állata. A mítosz azonban egy valós eseményen alapul. A göktürk különleges egységeit bőrűnek, azaz farkasoknak hívták. Sőt, a göktürkök uralkodói évente szertartásokat tartottak az ősök barlangjában, hogy megemlékezzenek az Ergenekon legendáról. A kínai évkönyvek pedig egy olyan történelmi eseményről számolnak be, amely magyarázatot adhat a legenda hátterére, Gaochang utolsó hun fejedelmei, Wuhui és Anzhou egykor északra menekültek egy megszálló sereg elől, és az Altaj vidékére érkeztek, ahol családjukkal együtt letelepedtek. Ott a Rouran vazallusai lettek. A törökök, mint ismeretes, később szintén az ő vazallusaik voltak, és véletlenül éppen akkor, 439-ben, amikor az utolsó hunok eltűntek a történelemből, az Altajban jelennek meg az ázsiai kronológiákban. Innen ered a kínai tudósok azon állítása, hogy a törökök a Ciungnuk, az ősi hunok leszármazottai. Minden esetre a törökök valóságos élete abban az időben minden volt, csak nem mitikus. Inkább fárasztó és rendkívül rutinszerű volt. Úgy tűnik, hogy a középkori Közép-Ázsiában élő törökök egészen más életet éltek, mint a mai török köztársaságok lakói. Ebbe természetesen beletartozik a háziasítással és állattenyésztéssel kapcsolatos életmódjuk is. Nem házakban éltek, hanem jurtákban, nagy, robusztus sátrakban, amelyeket bármikor le lehetett bontani és máshol újjáépíteni. A jurták Eurázsia nomádjainak mindennapi életének központja volt. A családok télen a melegebb délre, a nyári hónapokban pedig északra költöztek velük a hőség elől. A törökök magánvállalkozással foglalkoztak, állatokra vadásztak, állatokat tenyésztettek, növényeket termesztettek, és részt vettek az ősi selyemút mentén folyó élénk kereskedelemben. Minden fiú és lány korán megtanult lovagolni és vadállatokra vadászni. Ezért az idők folyamán a törökök kiváló harcosokká fejlődtek, akik jobban tudtak bánni az íjakkal és nyilakkal, mint például a rómaiak vagy a kínaiak. Ugyanez volt a helyzet a hunokkal, a mongolokkal és a magyarokkal is. Ez volt a sztyeppék öröksége. A törökök körében minden esetre hagyományok alakultak ki, amelyeket nemzedékről nemzedékre adtak tovább, gyakran színdarabok és dalok formájában. Ezeket a hagyományokat a töre kifejezés alatt foglalják össze. Mindezen időkben a törökök a természettel érintkezve éltek. A töre pedig szorosan kapcsolódott a vallásukhoz. A tengrizmus magában foglalja a tengriben, az örökkévaló kék ég mindenható uralkodójában való hitet, egy olyan lényt, amelyet más vallásokkal ellentétben nem személyesítettek meg. Tengri egy olyan entitás, amely mindent lát és mindent hall. Tengri azonban nem kifejezetten büntető isten. Ha valaki erkölcsileg jó életet élt, akkor a túlvilágon jó bánásmódban részesül. Aki viszont következetesen rosszul viselkedett, annak viselnie kellett a következményeket, és végig kellett járnia az alvilág számos szintjét, míg végül istenszerű lénye előtt kellett felelnie, Erlik. Ez az első szempont, ami a tengrizmust egyedivé teszi, látszólag egyisten hitű irányultsága ellenére sok más isteni lény is létezik, mint például Erlik vagy Umei, aki minden meg nem született gyermek védelmezője és a földanyával egyenlővé tehető. Azok az emberek, akiknek a lelke nem nyugodott meg a halálakor, újjászületnek, és kapnak egy második esélyt, hogy tisztességes életet éljenek.
A fákat, hegyeket, folyókat és tavakat az úgynevezett földvíz szellemek lakják, akiknek a természet és az ember közötti egyensúlyt kell biztosítaniuk. Számos tengri szokás fennmaradt, és ma is gyakorolják a török nyelvű országokban Törökországtól Kazahsztánig, a szibériai jakutok és a krími tatárok körében, de Magyarországon is. Ezek közé tartoznak bizonyos viselkedési szabályok a gyermek születése után és egy családtag temetése előtt, a kívánságfák díszítése, a szent számok, mint a 7 és a 40, valamint a sámándob, mint a régi hagyomány szimbóluma. A sámán nem játszott központi szerepet a tengrizmusban, a törökök nem voltak sámánok követői, bár a sámán fontos funkciókat töltött be. Például elsajátította a gyógynövények ismeretét, és a betegek gyógyítójaként működött. Rituálékat is el kellett végeznie, hogy kapcsolatba lépjen Tengrivel és más istenségekkel, és így tanácsot adjon az uralkodónak. Általánosságban a tengrizmus az erők harmonikus egyensúlyát jelenti. Ideális esetben az embereknek harmóniában kell élniük a természettel. Nem szabad a szükségesnél többet enniük és inniuk. Nem szabad pusztítást okozniuk más népeknek, és nem szabad őket vagy a természetet a saját hasznukra fordítaniuk. Ehhez kapcsolódik más vallások elfogadása. A tengrizmus szinkretista volt, ami azt jelenti, hogy követői elfogadták más vallások egyes aspektusait, sőt beépítették azokat a hitükbe, hasonlóan a rómaiakhoz, az egyiptomiakhoz vagy a sumérokhoz. A hit politeista jellegét tükrözi az istenségek vagy istenszerű lények sokasága, amelyek szilárdan rögzültek a török mitológiában, mint például Kéra, aki tengri lelkét hordozza és a világegyetemet őrzi. Ez utóbbi fia, Alaz a tűz istene, aki képes megtisztítani az emberek lelkét az alvilágban való tartózkodás után. Ülgen tengri képviselőjeként a jóságot, a jólétet, az élelem és a víz bőségét képviselte. Egy epikus csatában Ülgen képes volt legyőzni Erliket, és ettől kezdve átvette a népvédelmezőjének szerepét. Aizit, a kárcsak Umély, a termékenység istennője volt, míg Aietö, a hold istene, az ég hatodik emeletén élt Gün-Anával, a napistennővel együtt. Az olyan értékeket, mint a bátorság, a szerénység és az igazságosság, a törökök, a mongolok és a hunok is nagyra becsülték. A török nő és férfi közötti egyenlőséget abszolútnak tekintették. Bár a tengrista államok uralkodóinak többsége férfi lehetett, a nők nem csak diplomataként, hanem tábornokként és kormányzóként is szerepet vállaltak. Szerepük többnyire a társadalmi rend fenntartásában és a nép közötti kohézió erősítésében állt. A kínai tudósok, akik sokat írtak az ókori türkökről, szokatlannak, sőt nevetségesnek találták az ilyen emancipációs tulajdonságokat. Ennek ellenére lenyűgözte őket az egyszerű emberek körében elterjedt őszinteség, amiből részben a török uralkodók naivitására és jó természetére következtettek. A tengrizmus legfontosabb tanítása azonban az, hogy tanuljunk a hibákból, hagyjuk magunk mögött a múltat, és teremtsünk jobb jövőt magunk és családunk számára. Így minden, ami létezik, az élet örök körforgásának része. Fák, mint az életfa, a török mitológiában szent lények, a farkas vagy a ló mellett. Az ember ugyanúgy része ennek a világnak, mint a növények vagy az állatok, de velük ellentétben szándékosan árthat környezetének. Ezért be kell tartania a bizonyos szabályokat, hogy fenntartsa az erőegyensúlyt. Akinek a halál után az alvilágba kell mennie, az amúgy sem ragad ott örökre. Ehelyett a lelkek büntetésük letöltése után felemelkedhetnek a túlvilágra, és a túlvilág harmadik emeletén telepednek le. A túlvilágnak és az alvilágnak egyenként 7 emelete van. Tengri a mennyország legfelső emeletén lakik, Erlik pedig az alvilág utolsó emeletén. Ehhez kapcsolódik az életfa eszméje, amely összeköti a mennyet és az alvilágot a földdel, és lehetővé teszi a fel- és leszállást e dimenziók között. A törökök kozmológiájukban tehát osztoztak egy olyan elképzelésben, amely Európa skandináv országaiban is létezik, és tengri feltűnő hasonlóságot mutat a Sumér-Dingir istennel és Dieusszal, az indoeurópai mitológia égi istenével. Minden esetre a tengrizmus nem dogmatikus. De egy másik ember, aki még csak nem is imádkozott volna Tengrihez, vagy soha nem is gondolt rá, esetleg más vallások követője volt, hanem ehelyett jó életet élt, halála után Tengri megjutalmazza.
A társadalmi rend részleteit, vagyis a jogokat és tilalmakat egy nemzetben, az embereknek egymás között kell kidolgozniuk. A tengrizmus csupán az együttélés kereteit biztosítja. Ebben az értelemben a tengrizmus kevésbé vallás, mint inkább életfilozófia. Körülbelül 100 évvel az Altaj-hegységbe való menekülés után az Ashina név újra megjelenik a történelemben. Időközben a klán összefogott a környező lakossággal, és ennek ellenére sikerült megállnia a helyét a nem kívánatos hatásokkal szemben. Az Ashina vezetője, egy Tuvu nevű idős férfi azonban nem tudta megakadályozni a Rouran vazallusá válását. A Rouranok voltak akkoriban a sztyeppe urai. Olyan terület felett uralkodtak, amely Mandzsúriától a mai Kazahsztánig terjedt. Uralkodójuk a Kagán címet viselte, és istenföldi képviselőjének tekintette magát. Pozíciójából lenézett mindazokra, akik a birodalmában éltek és neki kellett szolgálniuk. Az Ashinákon kívül ide tartoztak a Tielek is, akik számos török törzs laza szövetsége voltak. Tuvu nem volt elég erős ahhoz, hogy ennek véget vessen. Fiának, Buminak azonban elege lett a Kagán uralmából, és különösen családja alacsony helyzetéből. 545-ben átvette az Ashina klán vezetését. Abban az időben az Ashinák szorgalmas kovácsokként voltak ismertek az egész régióban, akik maguk készítették a fegyvereiket. Ennek megfelelően Buminak hagánya segítsége nélkül indult a szokásos portjára kínai területre. Észak-Kínában két nagy család uralkodott, akik valójában az ősi hunok leszármazottai voltak. Ez a Tóba család később ketté szakadt, és most a nyugati Vé és az északi Cséi ellenséges viszonyban állt egymással. Amikor az Ashinák megérkeztek a Vé régióba, kancellárjuk, Juventei egyedülálló lehetőséget látott. A fiatal Bumin ambiciózusnak és rátermetnek tűnt, és belefáradt a Rouran uralomba, ahogy a Vé is. Ezért Juventei felkereste őt, és kereskedelmi kapcsolatok felvételét javasolta. Bumin elfogadta a kérést, és ezzel kezdetét vette a titkos szövetség az Ashina és a Vé között. Nem sokkal később lázadás tört ki a Tiele között, amely a Rouran uralmát fenyegette. A Kagán azonban váratlanul segítséget kapott az Ashináktól. Bumin leverte a Tiele szövetség felkelését. Ő volt az első, aki átvette a 250 ezer sztyeppei harcosból álló csoport irányítását. Ezután odament a Kagánhoz, és megkérte a lánya kezét, hálából az erőfeszítéseiért. Anagui, a Kagán azonban visszautasította, és Bumint alantas rabszolgakovácsnak nevezte. Anagui ezzel elindította az események láncolatát, amely a bukásához vezetett. Bumin dühösen megszakított minden kapcsolatot a Rouranokkal, és helyette egy Vé hercegnő kezét kérte. Juventei beleegyezett, és a császár lánya, Cangle az Altaj vidékére emigrált. A két család szövetsége most már teljes volt, és a Tiele harcosokkal tartalékban Bumin megkezdte saját felkelését Anagui ellen. Bumin serege 552. márciusában egy nagy csatában legyőzte Anagui seregeit Mongóliában. 552. márciusában a vereség olyan megsemmisítő volt, hogy Anagui öngyilkos lett, családja pedig délre menekült. A Rouranok kénytelenek voltak visszavonulni a sztyeppéről, és északon a Vé riválisoknál, a Csinél találtak menedéket. Bumin ekkor felvette a kagáni címet, és megalapította saját birodalmát, a török birodalmat. Kiangle hercegnő lett Hatun, a császárné hitvese, és az Ashina lett az ázsiai sztyeppék új uralkodó dinasztiája. Bumin 6 év alatt érte el azt, amit más török törzsek 600 év alatt nem tudtak elérni. A történelemben először alakult ki olyan állam, amelyet törökök laktak és irányítottak, és nagyobb lett, mint bármelyik korábbi sztyeppei birodalom. Az Ashinák magukat türüknek nevezték, innen ered a türk név. A név valószínűleg csak a saját törzsükre vonatkozott. De nem ők voltak az egyetlen törökök. A Tiele Föderációban, valamint Eurázsia más törzseiben és királyságaiban a legtöbb népcsoport ugyanazt a nyelvet beszélt, mint az Ashinák, az ótörök nyelvet. Amikor a Bumin család kiterjesztette befolyását a sztyeppére, átvették a török kifejezést. Még akkor is ugyanaz volt a nyelvük és a hagyományaik. Most azonban a kora középkor törökei végre politikailag egyesültek.
Bumin nem az első török uralkodó volt a történelemben, de ő volt az első, aki igényt tartott arra, hogy a törökök uralkodójának nevezzék. Bumin azzal a céllal, hogy Ázsia többi török törzsét a zászlaja alatt egyesítse, bátyjával, istenivel együtt nekilátott birodalmuk kiterjesztésének. Együtt hírnévre és hatalomra vezették az Ashina családot. Első nagy céljuk azonban nem Közép-Ázsiában, Kínában vagy Európában, hanem Koreában volt.